akkor hozzá szólni, mert hogy hosszú nap áll most itt előttünk. Nagy örömmel jövünk mindig Zalaegerszegre, mert rengeteg tárgyat szoktak beadni a zsűrizésre. Kétszer is szoktak zsűrinapot szervezni Gyöngyék egy évben. Ez egyedülálló, általában egy-egy egyesület egyszer tud egy évben összehozni annyi tárgyat, amiért a zsűri eljön ide is akár. Talán még a házról mondanék egyébként pár szót meg a zsűrizés menetéről is. Ugye a Népi Iparművészeti Osztály a Hagyományok Házán belül működik. Mi nem a tanács vagyunk, ennyiben is egy kicsit javítanék. Mi a tanácsnak a munkáját, a tanácsadó testületnek a munkáját segítjük, tehát a zsűrizéseket szervezzük meg. Tehát minden felkérésre, hogyha minimum 70 tárgyat össze tud egy szervezet gyűjteni egy zsűrinapra, akkor elmegyünk és megszervezzük a zsűrizést bármilyen helyszínen, bármely városban is, de egyébként még a házon belül abban is segítjük a kézműveseknek a munkáját, hogy kiállításokat szervezzünk nekik. Van három helyszínünk, ahol egyszerre, tehát párhuzamosan három tárlatot látunk.